Zöldszínek Ben Robicsi, aki egyre vesztésre fogalmazhatunk így, tehát 1-0-ra vezet, ugyebár ellenfele, bal alul PS sárga színű terrajátékosunk szintén, TVT, ugyebár nemzeti bajnokság egy döntőjében vagyunk. PS és Robicsi küzd a győzelemért, akkor nem fog most zoomolgatni, ez a nem fog zoomolgatni. Erre egyből zoomolgatok, jó? Nekem ez megvan szokva a zoomolgatás, de majd megpróbálok leszokni erről, tehát ugye a szuperdipó egyből kicsit késett szerintem az eszé, és muszáj tetsz ide lerakni a supply depot, de a képet elfelejtettem átrakni. Spray. Ez mi? Azért rárakom bírom szétel a kamerát, hogyha visszahozom ezt. Lássuk, hogy... Ó, gyönyörű. Egy pillanatot kérek addig. Ugye ti látni fogjátok, csak én... Nekem be kell gyorsan állítom addig valamit. Itt. Ctrl Shift plusz 5 plusz 7, nem ez az. Na, sikerült, és Ctrl Shift plusz 5, 5. Nem. Nem 7. Na, sikerült, csak most ezt le kéne között tüntetni. Jó! És akkor Ctrl, ez az 1-0 vezet PS, hát gyönyörű. Egyszerűen fantasztikus. 1-0 vezet PS. Itt föl neked láthatjuk ezt a szép sárga csíkot, egy kivilágosult. Gyönyörű. Egyszerűen sikerült megfejtenem a rejtét. Nem tudom, miért nem rakják ide valahova itt a... Nincsen leíró menü, ugye, vagy help adatbázis, ez benne van. Nincs benne. Tehát benne lenne mondjuk, hogy ezt hogy ez a szél, amit süvít, nagyon elegem van belőle. Mindegy. Nem veszem le. És nem ráállítottam át high grafikára. Vagy ultrára. Na mindegy, megillő a grafikán élesztik a mérkőzést. Jó, elkezd az Orbiták kommunikát, Robicsinél térjünk vissza a mérkőzés, 12-nél épült itt a rock, szintén 12-nél is már. PS szedi a gáz, már 140-et kibányászott, míg ellenfele szintén 144-jel is érkeznek. Fontos a Reaperek, a Massive Reaper lesz itt az elején, mind a kettő oldalon érkezik a másik Reaper. Robicsi nem jött a scout, eszéljük ez a PS, ami most fog elesni, a Reaper kizette. Közben PS is készen, a Reaper is érkezik már a másik Reaper szint úgy. Gyűjtik a mire látik valószínű Robicsi, hogy lehet ráugrani, de igen, Robicsi valószínű expandi fog, 354-jel már a pénze, míg ugyebár közben PS lak egy másra, tehát eltérő már is a taktika valószínű, hogy dupla Reaper, vagy esetleg mondjuk később jó egységekre Bionicál, majdnem. Majdnem sikerült. Jó, biológiai egységekre fog valószínűleg menni. Magyarul bioegységekre. Majd csak sikerül majd még egyszer kimondani angolul, de most ez nem próbálkozok meg. Majd szépen kubasz leírja is esetleg akkor. A Reaper is megérkezett. Bioegységekre, rövidítsük. Rövidítsük, bioegységekre fog menni nagy valószínűsége. És Robicsinek a két Reaper elnyújt közben egyébként támad, és két Reaper áll vele szembe szintén PS-nek fönti szirtjén valószínűleg megpróbálunk majd felugrani. Nem, inkább az expert kezdik el majd kicsit szivatni az SZ-t, aki éppen építi, és nagyon szomorúan fog, megint zoomolta, nagyon szomorúan fog járni, mivel érkezik kettő Reaper bekerítésre, jajajajajaj. Hú, az el fog esni. Utolérik, gyújtják a rakétát, egyszerűen mennek, áj, fordult a Reaper és egy meghalt. És dupla Reaper, kettő darab Reaper, megint megérkezett, most a négy darab Reaper rendelkezik PS, még ugye ellenfele csak kettővel, és nagy valószínűséggel PS kár tud okozni, sőt, hatalmas kár tud okozni, ha nem figyel. Robicsi, rengeteg, nagyon sok eszét veszíthet most el. Egy Reaper lesz itthon. Otthon pedig nincs serege most, és a bunker se fog elkészülni. Hát, nézzük be, van a négy Reaper a... Ménen nézzük, egy eszével esett, két eszével esik, három eszével esett, megjött a Reaper. Egy darab Reaper, nem kell félni tőle, a Reaper majdnem elesett, nem sikerült neki kilőni nagyon fél időbe, de még mindig mikrózik vele. Robicsi is egy Reaper most elesett, de a saját Reaperét és most ezennel megölte. Hát, rengeteg eszével esik el, nézzünk gyorsan egy szedő vesztés, 8 eszével közeként ugye ugyanúgy PS bázisán is estek közben szedők, de ugye ez fontosan nem bírja megeríteni, jaj, nem megint zoomoltam, jaj, Hiltregen érkezik, kettő abban így megérkezett közben Robicsi oldalán, hogy védekezzen, bekerítik meg a Reapereket, meg az otthon is figyelni kell, hogy el bírja kapni. Majdnem sikerült megint állítani, a két Reaper még mindig itt van fönn, nézzünk gyorsan, három darab, most kibírja őket, 17 darab szedőt öltek meg gyorsan ezek a Reaperek, az utolsó Reapert megint megmenti, és innentől kezdve 17, kilás, 18, nem, 17, és elmenekül, és ő is elkergette, innentől kezdve 17-12 arányba sikerült győzelmeskedni, ugyebár 4 Reaperre ment, benézzünk egy Unit Loss Lab-et, ami az jelenlegi egységeket mutatja, fantasztikus a Blizzard, tehát Unit Loss Lab-et, aha, jó, és több egységet veszíti már Robicsi. Na. Hú. Early aggression ugye már megvolt. És az Orbital Command is elkészült Robicsinél, még ugye PS-nél, még a Exchange kész, ez a Reaper visszajött.
És megint bemegy. Nem megy be. Csak sunyul. Hát igen, megérkezett bár ide. De ez... ez meghalt. Ez meghalt. Rengeteg. Rengeteg. Marinál szemben rengeteg marinnal, bár több marinja van ugye, bár egy LPS, tehát most megindulna egyébként, akkor még győzelmek se is tudna esetleg, közben kinézek csetre, hogy mi... Jó, hol ezt nem bántalak. Nem bántalak inkább. Csak érted, amikor így, amikor tud, te tudom, te, én biztos vagyok abban, hogy te tudod kiejteni, akkor, akkor így látom, hogy itt vagy, és akkor hátra mondom, segítesz nekem, de nem, sajnos nem segítesz. Segítettél, nem láttam. Na. Kinézni egy pillanat, esetleg megnézni, mi újság, hát... Igen. Szelőszámba visszajött Robics, ugye két CC-be tudott eddig makrózni, most már... Igen, kicsit, kicsit talán... Kicsikét előnyt szerezhetnek most, ugye bár BS, amíg a... Ő command center-be épülnek van, és az és ez egy drop lesz. Steampack is elkészült már. És akkor most végre tudjuk, hogy ez az. Most látjuk, hogy itt a Steampack. Jó, van Steampack-je. Yeah. Ez azt jelenti, hogy megválasz a két medileket, és talán még a combat shield is, akkor meg fog majd indulni. Hát nincs sok marin, nincs sok marin, és itt is épülnek, és még itt nincsen starport. Minimális előnye, de van PS-nek előnye. Van PS-nek előnye, és BO5-ről van szó, úgyhogy ezt a második is véletlen bezsebeli, akkor onnantól kezdve már csak egyetlen mérkőzése lesz Robicsnek, arra, hogy megnyerje. Közben azon gondolkoztam, hogy jó ez a három csúszka, de jó lesz. Mert ugye háromat kell megnyerni, jó lesz ez a három ott fönn. És kettőről a mediek is támogatja most a sereget, úgyhogy innentől kezdve van Steampack, van combat sheet, amire oda fog érni, nézzük csak. Hát, 14, 13, 12, 11, 10 másodperc, ugye van combat sheet is, csak így pont ide átér közben a pályára. Kettőről a Marauder, és hát körülbelül annyi marin, de inkább nézzük egy Unit Lost levet. Körülbelül ugyanannyi marin, igen, 9-et több Robi, PS-nek a marinjainak a száma, igen, körülbelül ugyanannyi végül is. És fölé, létszám fölénben vannak is, van egy snipek a túloldalon, azt nem nézte meg, de van snipek, mind a kettő oldalon készen áll a csata. Nézzük, van combat shield, mind a kettő oldalon, nézzük, rengeteg szedőt fog megint veszíteni Robi G, de talán megbírja, hogy ezeknek hála fogni. Nem tudja így sem megfogni. Két darab medélyt megérkezett most a Robi G oldalán is, és innentől kezdve fölénben van megint PS. A műlók is lesznek innentől kezdve, nem vagyok nagyon támad, hiába volt atakunkra kattintva a CC-en, és akkor kezdve tényleg végig lesz, a marinit magányosan áll, és a CC elkezd lángolni, az nagyon rosszul kezdődik, de nem lángol el. Megint zoomolok, amikor nem kéne, mert megkértek rá. A marin meg is föltalpol egy tank, és a figyelmeztet a lövést nem bírja leadni, mert rádroppol. PS de gonosz. De gonosz. Hát innentől kezdve hatalmas hátrányba kerül, hogy OBG nincs egyszerűen egysége, megjött néhány darab marin, de akkor is rengeteg szent veszett, elnézve egy kontroll. R-t 28-12-höz. Hú. Hát igen. Dupla annyi a supply, nézzünk dolgozó számot. Dupla annyi majdnem. 14-jel több a szedőszám. Hát, nem saját készítésű, mint elmondtam, Blizzard közöttették itt ezt az overlay-t, ez egy Blizzard által, Blizzard mobmakerek által készített overlay, és nekem nagyon megtetszett, már hoztam, és megartam, már szerintem ebben az esetben egy e-mailt is a Blizzard fórumra, azt hiszem, hogy hamarosan közé fogja tenni, és lásd, olyat közé is tették, úgyhogy már is használom, és gyakorlom, mivel kijött a GameHeart, és erre választ kell adni, egyszerűen a Blizzard úgy jött, hogy választ kell adni, hogy oj, nem, mi is tudunk ám ilyet készíteni, és készítettek is egy ilyet, még korábban is, de most már közé is tették, hogy ne véletlen átálljon rengeteg tornament, ugye bár a GameHeartra, mint ugye Martin is át kell állni, de most már ez tökéletes, ez sokkal jobb, fejlettek. És a tank elesett, föltapodik kettő tank, leadták fél azt a lövést, de hát a másik tank nem, jaj, az Orbitákon van, nagyon rossz helye van, jaj! Fú, az elfogás, le kell menni a Robicsék, és az Orbitákon van, és gondoltuk, ez elég a játéknak. Elkezd lassan égni az Orbitákon, jönnek ugye a szedők, nem jönnek a szedők. Nem kell megmenteni ezt a CC-t? Most már nem lehet megmenteni. Fölrobbant a Command Center, jaj! De szomorú, és feladja Robicsi a mérkőzés, PS2-nára vezet. Shift 2? Nem, Ctrl 2. Ez az, Ctrl 2. 2-0-ára vezet per pillanat. PS. Na, lépjek XP-t ide.